Az elmúlt hét nagyon izgalmas volt a számodra, hiszen egy nagyon fontos verseny volt, az első olimpiai válogató verseny volt Szegeden, ahol a K200-as távon te második lettél. De még mielőtt erről beszélnénk, talán egy kicsit kezdjük a kezdetektől. Ugye nem véletlen állunk itt a Dunaparton, hiszen a Dunakeszi Kajakklubba kezdtél sportolni, most már az UT-nak vagy a sportolója, és hát ezekben a színekben érted el ezt a kitűnő sikert. Milyen volt ez a verseny, mennyire izgultál? Nagyon jó volt, hát természetesen izgultam, minden versenyet izgulok ezért. Egy nagyon jó pályát sikerült mennem, aminek nagyon örülök. És igazából számomra is meglepetés volt, hogy ezzel ennyire jó helyezést értem el. Ugye az első az Janis Hatasa lett, hát az ő neve már nagyon közismert, lassan a tiéd is az. Mennyire volt meglepetés, hogy másodikként futsz be? Számomra is meglepő volt, de azért már az egész versenyen jól ment. A Natasa, szerintem ő már valamilyen szinten számított rá, hogy most már jönnek fel a fiatalok, amit mutat az is, hogy a harmadik helyen Hagymási Réka ért be, aki szintén még U23-as korú. Úgyhogy ő is mondta, hogy most már örül neki, hogy jönnek fel a fiatalok. Igen, hát ez kétértelmű megjegyzés, mert azért nyilván ő is hajóba jut, de hát nyerni szeretne. Minek tudhatod be ezt a sikert? Szóval hogy érzed, hogy minek köszönhető az, hogy ilyen nagyon szép eredményt értél el? Igazából ez egy összetett dolog. Az egyesületváltás nagyon jól bejött, nagyon jó az új csapatom, az edzőimmel is nagyon jól kijövünk, a technikámat is szerintem sikerült összerakni, illetve rengeteget készültem és edzettem. És hát most egy következő nagy forduló jön az életedbe, Duisburgba utazol, mi lesz ott? Ott lesz a második olimpiai válogató, ahol már csak ketten leszünk a Natasával. Ez amúgy egy világkupa lesz, ahol többi országból is rengeteg olimpiai bajnokok is lesznek. Szóval egy rangos nemzetközi mezőnyben fogják megtartani ezt a második válogatót. Milyen reményekkel indulsz? Hát, hogyha már ott vagyok, mindenképp megteszem a tőlem telhető legtöbbet, hajtani fogok, ahogy tudok, és remélem, hogy ezzel kivívom a szétlövést, ami azt jelenti, hogyha most a Natasának van 1-0, tehát hogyha a világkupán jobb eredményt érek el, mint ő, akkor lesz 1-1, és akkor lesz a szétlövés, ami eldönti, hogy ki utazik. És ez mikorra várható? Ez még nem tudom, ez majd a világkupa után. Egyébként ezt a versenyt, ezt láthatják valahol akár a Dunakeszi nézők, de közvetíti valamelyik csatorna? Van-e információd erről? És ha igen, akkor mikor pontosan, mikor lesz a verseny? Igen, a döntőt közvetíteni fogják, a szombat délelőtt lesz, és az M4 csatornán. Hát akkor szorítunk neked, köszönjük szépen, és reméljük, hogy sikerekkel térsz majd haza. Köszönjük. Köszönöm szépen.